Dalok, táncok, mondókatanulás, ismerkedés a németség viseletével, és persze sok-sok játék. Így telik a táborozás hete a Bonyhádi Solymár Imre Könyvtár nemzetiségi táborában résztvevő 18 kisdiáknak. Az intézmény évek óta ápol jó kapcsolatot a helyi német önkormányzattal, így szinte természetes, hogy a nyár folyamán ilyen jellegű tábort is szerveznek. Körülbelül 10 éve találtuk, jött az ötlet, hogy szervezzünk német tábort, hogy egy kicsit népszerűsítsük a német nyelvet itt a Bonyhádiak körében, a gyerekek körében. Felkértük Csizmadian énekes Piroskát, hogy ő vállalná ezt a szerepet, a táborvezetést. Nagyon szívesen vállalta, a gyerekek imádják, minden évben más témával foglalkoznak egy héten keresztül, úgyhogy sok olyan gyerekünk van, akik évek óta visszajárnak ebbe a táborba. Az idei esztendő témája szerint a magyarországi németség életébe, szokásaiba vezeti be a résztvevőket. Már nagyon-nagyon régóta járok ide a könyvtárba tábort tartani, és mindig más-más a téma, és most Erikával, a könyvtárvezetővel megbeszéltük, hogy legyen ez a témánk. A 18 gyermek közül nagyon sok a Petőfi Sándor evangélikus általános iskolából jött, és nekünk hetente van minden évfolyamon népismeretóránk. És a népismeretórán már nagyon-nagyon sok mindent tanultak a gyerekek a magyarországi németekről, akár mondókákat, akár az életükről, és láttam azt, hogy tényleg tudják a gyerekek a régi mondókákat, és ismerik a régi tárgyakat is, amiket használtak a svábok. A táborvezető azt mondja, az a tapasztalata, hogy a családokban egyre kevésbé beszélnek az ősök életéről, éppen ezért fontosak ezek az alkalmak, hogy a gyerekek képet kaphassanak arról, hogyan éltek a magyarországi németek a régi időben. Egy ilyen táborban, mondja Piroska, egyenértékű a nyelvhasználat és a kultúra ismeretének bővítése. A nyelvhasználat az ugye az a jövő, az egyértelműen nagyon fontos, viszont a múltunkat azt nem szabad elfeledni, mert gyökerek nélkül nem alakul ki a fának sem a lombja. Én szerintem a múltunkat is tudnunk kell, és a gyerekeknek tovább kell adni. És sajnos már azok a nénik, akik ezt elmesélhetnék, fogyóban vannak, egyre kevesebben vannak, akik megmutatják, hogy kell pacskert kötni például öttűvel, vagy mire voltak jó ezek a tárgyak, amiket régen használtak. Mi direkt csináltunk egy kerti konyhát, amiben ezeket a régi tárgyakat, még sparhertünk is van, ezeket gyűjtöttük össze. Hál' Istennek azért, hogyha mondjuk a gyerekeknek, hogy hozzatok be egy-két régi tárgyat, akkor azért akad valahol a padláson, hogy régi hurkatöltő, vagy egy vasalló, vagy egy klumpa, amit be tudnak hozni. Azért őrzik a szülők, nem nagy számban, de hál' Istennek őrzik. A gyerekek között akadt olyan, aki ideig nem is tanult németül, és itt találkozott először ezzel a kultúrával és nyelvvel, de számosan olyanok is akadtak, akiknél a mindennapok része a sváb hagyomány. Svábokra tartunk egy kicsit. Hát, hogy hogyan jöttek ide meg, miket csináltak. Ugye egy nagy hajóval jöttek, nagy hajóval, mint Ulmerságtának hívnak, és hát mindenfélt ígértek nekik, hogy adómentesség, meg ilyesmi, és végül nem kaptak semmit. Én ugye angolos vagyok, úgyhogy nekem nagyon sok új dolog van itt, mert én nem is tudok németül. Igazából nem annyira különbözik a kettő nyelv, tehát vannak hasonlóságok. Sokat tanulunk, játszunk, és nem hisz, hogy így nagyon kell tanulni, de ilyen játékosan tanulunk. Szerintem inkább a nagyszülők, a déd nagyszülők azok, akik beszélnek németül, svábul a gyerekekkel, és az iskolában nagyon sokszor hívunk mi is meg idős néniket, akik még elmesélik ezeket a régi történeteket, hogy egy-egy mondokát tanítanak a gyerekeknek. De fontos a nyelvtanulás, az biztos.